A test és a lélek nem választható külön, a kettő állandó kölcsönhatásban van egymással. Ma már talán egyre több emberhez áll közelebb ez a szemlélet, míg régen az orvosok sokáig nem foglalkoztak a lélekkel. Az emberi testtel úgy bántak, mint egy lélek nélküli gépezettel, mely néha csak úgy áramlik magától, fogalmazott a pszichiáter dr. Buda László. Amíg valaki egy tudattal rendelkező lényként egy testben lakik, addig ennek a tudatnak és ennek a testnek köze van egymáshoz. Bármi történik ebben a testben, az nem lehet független a benne lakó lélektől, csak többnyire nem nagyon tudjuk ezt az összefüggést úgy elsőre értelmezni. Ahhoz, hogy ezek az összefüggések jól érthetőek legyenek, a pszichiáter kifejlesztett egy csoportos, kommunikációs, önismereti játékot, melyet szomatodrámának nevezett el. Ez a módszer segíthet abban, hogy megértsék az emberek magukat, betegségeiket és konfliktusaikat. Nem csak egy diagnosztikus céllal játszunk, ha játszunk, hogy mégis mit üzen a testem, ugye erre rájöjjünk, hanem maga a játék egy lehetőséget ad arra, különösen, hogyha bizonyos szervek megjelenítéséből át tudunk lépni, és gyakran át tudunk lépni bizonyos kapcsolatok rendszerébe, közeli hozzátartozókkal való konfliktusok, érzelmek, egyebek jelennek meg, és akkor ott megpróbáljuk ezt úgy helyre is hozni. Mindemellett a pszichiáter beszélt a gyerekek problémáiról is, és arról, hogy az iskolában hogyan lehetne őket az önismeret és a kiteljesedés útjára terelni. Szerintem az iskolában, amivel nagyon érdemes lenne foglalkozni, az az, hogy a gyerekek megtanulják a gyakorlatban, hogy hogyan bánjanak jól önmagukkal. De az is fontos, hogy megértsék azt, hogy nem kell minden tananyagot feltétlenül elhinni, folytatta, hiszen ebből több probléma is adódhat felnőtt korban, amikor mindenki a saját igazát akarja bebizonyítani. Pedig elég lenne csak elfogadni, hogy mindenkinek lehet igaza a maga módján.